kivárni a végét. Akkor a Raiffeisen előre kamatozó betét az ínyére lesz. Olyan, mintha a desszerttel kezdenénk a vacsorát. Már a lekötés napján megkapja a kamatot. EBKM 12,5%. Raiffeisen Bank. Velünk könnyebb. Áradás, víz és sárlavina alá került Kőszeg része, nagy árhullám jön a Dunán is. Csúcson 70 millió forintot nyert Las Vegasban Magyarország első pókervilágbajnoka. Feltház 35 ezeren áztak bőrig a Depeche Mode koncertjén, de nem bánták. Köszöntöm Önöket, ez az esti RTL híradó. Több települést is elöntött az árvíz. Kőszegen utcákat kellett lezárni, mert fél méteres víz hömpölygött a városban. A katasztrófa védelem még most is dolgozik a helyszínen. A Vas megyei Rönökre délelőtt tört be a közeli patak túláradó vize. Árad a Rába, a Mura, a Gyöngyös és a Répce is. Budapesten egyelőre nincs készültség. A szerencsésebbek lapátolták. Akik rosszabbul jártak, azok meg lavorral merték a vizet Kőszegen. Sártenger és törmelék, ez maradt az árvíz után a városban. A csatornák délután már nem bírták elvezetni a környező hegyekből lezúduló vizet. Volt olyan utca, ahol fél méteres víz hömpölygött. A felső lépcsőfoknál már az asztallapot előkészítettem, hogy azzal fogom fel a vizet. De aztán hál' Istennek, hogy egy... Amikor oda készítettem az asztalapot, már láttam, hogy kezd apadni a víz. A tűzoltók 7 kocsival szivattyúzták a vizet az utcákról és a házakból. A járdán nem tudtak menni, csak a kerítésbe kapaszkodva. Rönökön délelőtt a falu apraja nagyja homokzsákokkal védte a települést. A kiáradt patakvize reggel tört be a faluba. Szerencse, hogy ez a nagy mennyiségű víz nem éjszakai órákban, hanem a reggel délelőtti órákban érte el a falut, mert este még nagyobb problémát jelentett volna. Árad a Rába, a Mura, a Gyöngyös és a Répce is, mert Szlovénia és Ausztria felől nagy mennyiségű víz érkezik a hegyekből. Hal nem sok van, hiába a sok víz a Dunában. A folyó tetőzését Budapesten vasárnapra várják a szakemberek. Budapest csatornahálózata több mint 5000 kilométeres. Ez akkora távolság, mint ide az északi sark. A csatornákat is védik az árvíztől. Megemeljük, a kollega kipucolja a gumitömítés alatt, hogy biztonságosan le tudjon zárózni, le tudjon víz feljönni. Összesen 7 zsilipet zárt le a fővárosi csatornázási művek, ugyanis a megemelkedett vízszint a csatornákon keresztül akár Budapest Dunához közeli utcáit is elöntheti. A folyó vízszintje az előzetes számítások szerint 700 cm-rel tetőzik majd vasárnap, ezért már pénteken lezárják az alsó rakpartokat, mert azokat biztosan elönti a Duna. Kőszegről több nézőnk is töltött fel amatőr felvételeket videós hírportálunkra. Hömpölygő vízáradat az utcákon, a nyomában pedig csatatér. A város több pontján egy időben készített felvételeket megnézhetik az rtlhírek.hu-n, ahová egyben várjuk további videóikat. Fel akarták robbantani a pakisztáni magyar nagykövetséget, az épületet most az eddiginél még jobban őrzik. A helyi hatóságok a hétvégén 2 tonna robbanóanyaggal fogták el azt a férfit, aki a merényletet tervezte. A feltételezett elkövető és terrorszervezete a magyaron kívül a svéd, a norvég, az olasz és a cseh követséget is fel akarta robbantani az országok afganisztáni szerepvállalása miatt. A hírt a magyar külügyminisztérium is megerősítette. Vizsgálják az étkezési szokásait annak a családnak, ahol egy 5 éves kislánynál hormonzavart tapasztaltak állítólag a rendszeresen fogyasztott gabonapehely miatt. A kormány szóvivő szerint egyelőre nem bizonyítható, hogy a kislány fuzárium gombával fertőzött gabonától betegedett meg, és nem tudnak arról, hogy akár egyetlen hasonló eset is előfordult volna. Ezt megvárjuk, amíg megérkezik a tudósítás, addig folytassuk a híradót.
Tehát... annak az orvosnak, akihez hormonzavarokkal vittek egy kislányt, a gyereknek megnőtt a melle, és már 5 évesen menstruált. Az orvos gyanújáról az Inforádióban nyilatkozott 2 napja. Kiderült, hogy kislány napi rendszerességgel fogyaszt egy bizonyos fajta gabona készítményt, aminek az elhagyása hatására, és hát tulajdonképpen ez az, ami igazán megerősíti ezt a gyanút, bár még nem bizonyítja, csak megerősíti. Ennek a kihagyására szintén meglepő rövid idő alatt ezek a leváltozások kezdtek visszafejlődni. Ma azonban híradónknak kamerán kívül már csak annyit mondott, nem állította, hogy a gyerek a gabonától lett beteg. A kormány szóvivő szerint nem bizonyítható, hogy a fuzárium gombával fertőzött gabona okozta a hormonzavart. Ezért most a családot vizsgálják. És a sajtóban megjelent család által rendszeresen fogyasztott termékeknek a vizsgálata megkezdődött, a beteg, illetve családja táplálkozási szokásainak a felmérése pedig jelenleg is folyamatban van. Az eredményre 2-3 hetet kell várni. Addig nem lehet tudni azt sem, hogy valóban veszélyben van-e az a több százezer ember, akik legalább annyi gabona terméket fogyasztanak, mint a kislány. A biotermelők és kereskedők minden esetre azt mondják, biztos, hogy fertőzött biotermék nem került a polcokra. Nagyon szigorú élelmiszerbiztonsági rendszerekkel gyártunk. Ugyanakkor ellenőriz minket a Magyar Bio ellenőrző szervezet is, az egyik, valamint havonta a gabonákat folyamatosan ellenőrzünk, mivel hogy külföldre is értékesítünk. Az Élelmiszerbiztonsági Hivatal mindenféle gabona terméket rendszeresen vizsgál. Tavaly 310 gabona alapú élelmiszert ellenőriztek, de egyikben sem találtak olyan gombát, amely felelős lehetne a hormonzavarért. Éppen ebbe a hírbe kezdtem volna, amikor megérkezett a bejátszás. Összesen 10 ló hullott el a szilvásváradi állami ménesgazdaságban az elmúlt 2 hétben. Az állatokat az úgynevezett fűbetegség támadta meg, ami a Heves megyei főállatorvos szerint nem fertőző. A betegség elsősorban tavasszal és nyár elején jelentkezik, amikor az állatok zsenge füvet legelnek. Az állathullások miatt nem kellett hatósági intézkedést bevezetni, az elmúlt 2 napban nem észleltek újabb megbetegedést. Ez nem fertőző betegség, hatósági intézkedés nem kíván, hanem folyamatos és szigorú felügyeletet, táplálékváltoztatást, helyváltoztatást és gyógykezelést. Először lett póker világbajnok magyar játékos, Trapli Péter Las Vegasban 70 millió forintnak megfelelő dollárt nyert, a részletek hamarosan. 150 ezer forintos bírság is járhatna annak a szülőnek, aki a jövőben botrányt okoz gyermeki iskolájában, mondjuk kiabál, és ezzel zavarja az oktatást. Ezt javasolja néhány szocialista képviselő egy nemrég benyújtott törvényjavaslatban. A Fidesz szerint ez csak tüneti kezelés. Így odavágta a portást az ajtóval a fitness szekrényhez. 2 évvel ezelőtt a Nyír Bogdányi általános iskola igazgatónője mesélte el a híradónak, hogyan támadt nekik az egyik szülő, mert gyermekére panaszkodtak a tanárok. Hadakoztunk valamennyit, kaptam 2 nagy átszállóst. Ez már bűncselekmény, de sokszor ennél enyhébb atrocitások is érik a tanárokat. Egy törvényjavaslat szerint az iskolák ezentúl saját szabályzatukban meghatározhatnák, mit tehetnek a szülők és mit nem. Ha valaki mondjuk kiabálással zavarja az oktatást, azt feljelenthetnék. A törvény indoklásában van egy példa beemelve, hogy például, hogyha valaki az iskolai munkát botrányosan megzavarja, akkor akár 150 ezer forint szabálysértési bírsággal lesz sújtható. A Fidesz viszont felszínes megoldásnak tartja a javaslatot. Ezt mi tüneti kezelésnek tekintjük, alapvetően egy más közbiztonságra és egy egészen más oktatáspolitikára lenne szükség. Nyír Bogdány polgármestere is azt mondja, a pénzbírság nem megoldás. Ide a legutóbbi tanárbántalmazás óta a szülőket be sem engedik. Szülők a iskola kapuig hozhatják a gyereket. Ha gondjuk, problémájuk van, akkor van ügyelet itt az iskola előterébe, és akkor bekísérik az intézményvezetőhöz. Azt mondják, mióta az új szabályt bevezették, nem volt hasonló eset. Körülbelül 144 milliárd forintot fizet ki a Magyar Televízió bérleti és üzemeltetési díjként a következő 40 évben a Wing csoportnak. Az ár azért is ilyen magas, mert annak idején még 250 forintos árfolyamon számoltak, és a bérleti díjat euróban határozták meg. Átadás előtti képek a Magyar Televízió új székházáról.
Azóta viszont beköltözött a köztelevízió, és az is kiderült, hogy mindez mennyibe kerül. A mostani forint-euró árfolyamon számítva az elkövetkező 40 évben körülbelül 144 milliárd forintot fog kifizetni a Magyar Televízió a székház bérlésért. És a 40 év lejárta után az MTV-nek még mindig nem lesz saját székháza. A szerződés szerint ugyanis azt a piaci áron az MTV majd megvásárolhatja, de nem lesz automatikusan az övé. Amikor a szerződést kötötték, még csak 250 forint körül volt egy euró. Az állami számvevőszék egyik jelentésében már akkor is kifogásolta a futamidőt, a bérleti díjat és az árfolyamot. A szerződést a köztévé kuratóriuma kötötte, de nem mindegyik kurátor támogatta. Az egyik legnagyobb kifogásom az volt, hogy euróban volt meghatározva a bérleti díj, egy olyan majdnem állami garanciával adófizetők pénzéből történő finanszírozásnál a Közszolgálati Magyar Televízió számára egy piaci szereplőnek kifizetve. Több kurátor viszont aláírta a szerződést. Kozák Miklós szerint az volt a legfontosabb, hogy végre legyen új székháza a köztévének, de bevallja azt is, hogy nem szakértője a pénzügyeknek. Például az árfolyam kockázatra nem is gondolt. Mert lehet, hogy ez valóban probléma, és hogy akkor túlságosan bizakodva tekintett a jövőbe a szerződéskötő. Igen, ez van. Az építető Wink szerint általános piaci gyakorlat, hogy nem forintban kötik a szerződést, és a bérleti díj piacképes. Az MTV szerint pedig 2007 márciusa és 2008 novembere között kevesebbet fizettek a tervezetnél, mert akkor olcsóbb volt az euró.